A homoksori menhely nem csupán egy hely, ahol a kóbor állatokról gondoskodnak, de egy biztos pont is a kutyusok számára, ahol újra megtanulhatnak bízni az emberben, ahol gondoskodnak róluk és arról is, hogy egy szerető gazdit találjanak. Az Askavalkát programot az alapítványt segítő önkéntesek szervezték azzal a céllal, hogy támogassák a menhely működését és népszerűsítsék az örökbefogadói programot. A délelőtt folyamán 4 kutyánk talált új gazdára, és reméljük, hogy délután legalább még 2-szer ennyi kutyánk gazdához kerül, és holnap ugyanígy várjuk a látogatókat, kutyusaink startra készen várják az új gazdikat. Kutyás bemutatók, családi programok és sporterekkel licitálás várta a kilátogatókat. Az önkéntesek azt is elárulták, hogy rendhagyó keresztelőre is sor kerül a 2 napos Askavalkát keretében. Annak tiszteletéül lesz ő Szapa Ferenc a mai nap folyamán, hogy nagyon sok olyan tárgyat ajánlottak fel, dedikált mezeket, illetve jégkorong tárgyat gyakorlatilag, ami arra szolgál, hogy a mai nap folyamán licitálásra kerülnek, ugye a teljes bevétel a menhely támogatását szolgálja. A Marci névre keresztelt spániel is készül a nagy eseményre, ő ugyanis ezentúl az IBM Marci név büszke tulajdonosa. Aki kedvet kap ahhoz, hogy kilátogasson az Askavalkádra, vasárnap még megteheti, hiszen 9 órától újra izgalmas programokkal várják a homoksoron a családokat.